Köszöntöm a Szentendre ma nézőit, elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Sikeres volt a kútfúrás, a vizes 8-as közös avató ünnepségre készül. Csatorna felújítás, műanyag csővel bélelik ki a lakótelepen az egyik fővezetéket. Szvorák Katalin a szentendrei nyáron tanítványával koncertezik a hétvégén. Sikeresen befejeződött a kútfúrás a vizes 8-as úszoda és szabadidőközpont területén. Ennek köszönhetően hamarosan már saját kútból tölthetik fel a medencéket, ami jelentős megtakarítást jelent az intézménynek. Hónapokkal ezelőtt kezdték a munkát a V8 napozó részén. Mostanra a tényleges kútfúrás véget ért. Már az utolsó munkálatokat végzik a szakemberek. Éppen most folyik a gépészeti szerelés. A csatlakoztatás kialakítása van éppen folyamatban a kútnak a V8-as vizes hálózatához. Gyakorlatilag a fúrási tevékenység lassan a végéhez közeledik. A vízjogi üzemelési engedélyt kell még beszereznünk ahhoz, hogy hivatalosan is lehessen használni ezt a vizet. Bíztatóak az előzetes vízvizsgálati eredmények, tehát tulajdonképpen a tervezés fázisában figyelembe vett adatok nagyjából stimmelnek, tehát a vízminőség megfelelő. Maga a kút az 192 méter mély, és a szivattyú pedig 132 méteren van len, onnan szállítja föl a vizet. Azért is húzódott el maga a fúrási tevékenység, mert ugye január végén kezdtük meg, mert a vízhozam mérések azok nem a terv szerinti szivattyú mélységből jönnek, hanem mélyebbre kellett engedni a szivattyút, illetve a vízhozam a technológiai határt nem éri el. Ezért aztán kellett telepíteni egy puffertározót, egy 50 köbméteres puffertározót, ugye ez a múlt előtti héten történt meg, és azért tudjuk most a befejezést már ilyen ütemezéssel megcsinálni. Ez mit jelent majd az úszoda életében, hogyha ebből a kútból tudják a medencéket üzemeltetni, feltölteni? Hát gyakorlatilag egy jelentős árcsökkenést a vízdíj terén. Sajnos a csatorna díjat ez nem érinti, mert így most az az el fog következni, hogy két vízforrásból gyűjtjük a vizet. Ez ugye a DMRV-nek a vezetékes vize, illetve maga a kútból, de ugyanúgy a csatorna hálózaton, a szennyvíz csatorna hálózaton keresztül fog távozni mind a két forrásból származó víz. Ilyen módon a csatorna díjat nem, de a vízdíjat tudjuk jelentősen csökkenteni. Nagyjából 12-szeres az arány. Mikorra várható a kútnak az átadása, illetve mikortól kezdhetik ezzel feltölteni a medencéket? Hát gyakorlatilag most egy próbaüzemmel fogunk tudni indulni. Természetesen a hatóságok véleményét ezügyben ki kell kérjük. Nagyon bízunk benne, hogy a durván bő egy hónap, ami még a medence töltésig hátra van, az elegendő lesz ahhoz, hogy ezt a próbaüzemi engedélyt megkaphassuk, és akkor már ezt a vizet fogjuk tudni használni a karbantartási leállás végén. Az új kút ünnepélyes átadása várhatóan szeptember 1-én lesz. Nem sokára augusztus 19-től szeptember 5-éig karbantartási munkák miatt zárva lesz az úszoda. De addig várják az úszni vágyókat, most szombaton családi nap lesz a V8-ban, ami azt jelenti, hogy féláron vehetik igénybe az úszoda és a wellness szolgáltatást, 3 főtől a hétvégére jelzett nagy hőségben a fürdőzni szeretők. Szennyvíz csatorna felújítást végez a DMRV ZRT, a Kávária út és a Kondor Béla utca között. A munkálatok a hét végéig befejeződnek. Korszerű speciális járművekkel vonultak fel a DMRV ZRT munkatársai a hét elején a Kondor Béla utcai parkolóba. A szennyvíz csatorna felújítása az itt lakók közlekedését nem zavarta. A gépek őrzését éjjel-nappal biztosították a területen. Jelenleg egy szennyvíz csatorna felújítása zajlik, egy meglévő betoncsatornának a belső bélelése történik meg. Ez egy szennyvíz elvezető csatorna, egy gravitációs vezeték, aminek a felújítása egy úgynevezett feltárás nélküli csőbehúzásos technológiával kerül felújításra. Ez miért vált szükségessé ez a felújítás? Azért vált szükségessé, mert a betoncsatorna olyan állapotba került az elmúlt években a használat során, hogy félő volt, hogy egy hasonló eset fog bekövetkezni, mint
Szentendrén a Dunakorzón, hogy befakad a csatorna fölött a csatorna, és az út, illetve a közterület. Hát ezt megelőzendő előre felújítjuk, hogy ilyen ne következzen be. És ez hogy derült ki az önök számára, hogy éppen ezt a csővezetéket kell most felújítani? A vizsgálatok során rendszeresen vizsgáljuk a saját víziközmű hálózatunkat különböző módszerekkel, és ennek során derült arra fény, hogy ez a csatorna szakasz ilyen szempontból veszélyes, tehát előfordulhat egy ilyen hirtelen beszakadás, hogy ez ne forduljon elé, ezt próbáljuk ezekben a napokban megelőzni ezzel a felújítással. És várhatóan meddig tart ez a munka, illetve mennyibe kerül összesen? Ez egy párnapos munka, a hét elején kezdődött, és ez a hét végére kész is lesz, tehát a felújítás, illetve a helyreállítás az a holnapi nap során várhatóan be is fog fejeződni, ha előre nem látható esemény nem jön közben. És mennyibe kerül a költsége, milyen nagyságrendű? Hát ez több mint 5 millió forintba kerül ez a felújítás, várhatóan, tehát ennyire számítottuk. És várható-e a közeljövőben, hogy Szentendrén máshol is sor kerül még ilyen csatorna felújításra? Igen, hogyha a műszaki állapota indokolja a csatornának, akkor ezt meg fogjuk tenni, jelen pillanatban is zajlanak vizsgálatok, amiknek pontosan az a céljuk, hogy ezek a meghibásodások, illetve rejtett meghívásodások, ezek felszínre kerüljenek, fel tudjunk készülni, és még mielőtt egy hirtelen hiba bekövetkezne, ezeket orvosolni. Tehát várható még, hogy a városban több helyen is szükség lesz hasonló felújításra, ahol a csővezetékrendszer előregedett. A Kondor Béla és a Kálvária utca közötti területen a hétvégére valószínűleg befejezik a munkát. Hétvégén ismét koncertet ad a Szentendre nyár programjaként Szórák Katalin. A Kossuth Díjas népdalénekes vendége Timár Sára lesz. Vannak olyan fellépők, akik egyszerűen nem hiányozhatnak a szentendrei nyárból. A Vujicsics együttes és a Bormély műhely mellett hiányolnánk a palettáról Szvorák Katalint is. A Kossuth Díjas népdalénekes idén Timár Sárával ad közös koncertet. Igazán majd szombaton este fog kiderülni, hogy az a munka, amik a próbákkal eltelt, hogy az milyen gyümölcsöt fog érlelni. De nagyon-nagyon izgalmas lesz egyébként. A maga a zenei anyag is nagyon jó, tehát térben, időben egy izgalmas válogatás, és különböző népdal variációk fognak fölcsendülni különböző nyelveken, tehát társítunk nagyon érdekes módon népdalokat egymáshoz. És hát az, hogy a Borbély Misi az egyik közelműködője ennek a koncertnek, a több zenész mellett, a Havasréti Pali mellett és a P. Szabó Dániel mellett, hát a Misi garancia arra, hogy itt a népdaltól egész a jazzig mindenféle felhangok fölcsendülnek. A Misivel valóban még színpadon én személy szerint nem voltam, a másik két zenésszel már dolgoztam más-más formációban, de mégis az első pillanattól kezdve értettük egymást. Tehát tehát a próbák során is rögtön érezte, hogy én mit szeretnék, és én azt hallottam belülről, amit ő aztán játszott is. Itt a jeles napokat is körbejárjuk, és hát itt mivel több nemzetiségű ez a térség, hát itt is a szerb, a horvát dallamok megszólalnak, például a Szent Iváni csodálatos tűzoló dalok horvátul, és aztán megszólalnak majd az oborvidéki Szent Iváni dalok, de ugyanígy, tehát itt ez az érdekesség, hogy mennyi minden dallam közös ebben a térségben, meg hát itt a Kárpát-medencében sok-sok minden összeköt bennünket, tehát az áthallások, ebből is adódik a cím. Sára egészen fiatal korától kezdve Szvorák Katalin tanítványa, és hogy a nyomdokába sikerült lépnie, azt jelzi, hogy 2 esztendővel ezelőtt junior prima díjat vehetett át. A Misi garancia arra, hogy itt a népdaltól egész a jazzig mindenféle felhangok fölcsendülnek. Ugye már itt a felvétel előtt beszélgettünk róla, hogy már több közös fellépésük volt így kettejüknek, de hogy ez a formáció a zenekarra, a zenészekkel együtt, ez most egy teljesen újfajta bemutatkozás. Abszolút újfajta, és én úgy gondolom, ez a kistérségi művészeknek az összefogása is, mert ugye a Misi is csupomász, én Pili Szent Lászlói vagyok, Sára pedig Szentendrei. Így van. És Sára, te hogy készülsz, hogy várod-e már ezt a fellépést? Hát nagyon várom, és ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Katitól már egész kicsi korom óta tanulhatok. Rengeteg közös fellépésünk volt már, úgyhogy abban van tapasztalatunk, hogy tudunk kommunikálni a színpadon, és hát ugye a háttérben is azért nagyon csodálatos helyszínen szoktunk gyakorolni, a Katié kertjében, meg a kis
fészkükben, és ez nagyon szép helyszín, és nagyon inspiráló is. Mind a helyszín, mind a személyiség, a Tamásnak és a Katinak a személyisége. Úgyhogy szuper a közös munka, és hát remélem, hogy szép gyümölcse lesz. Mert az a 3 év az alapképzésben nagyon sokat számított, hogy elméleti úton fejlődhettem rengeteget, és úgy érzem, hogy mivel elég sok feladatot kapok és sok felkérést, azért így a színpadi jelenlétem is sokat fejlődik. Meg ezek a műhely munkák nagyon építőek. Úgyhogy tanulok szorgalmasan, és hát remélem, hogy ez látszódni fog rajtam. A koncert szombaton este 7 órakor kezdődik a Dunaparti Művelődési Ház udvarán. A Szentendre ma adását látták, Hírmagazinnal legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk majd Önöket. Köszönjük figyelmüket, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!